Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, sikeresen visszatértem a szabadságba, hölgyeim és uraim, úgyhogy jön egy kis Warframe, jöjjön Néza, igen, tudom, már minden videós beszéltem Nézáról, szeretném én is kiterjeszteni gondolataimat eme Warframe-mel kapcsolatban, de csak óvatosan, óvatosan ám, mert hogyha bármit is beérsz a Warframe chatre a Nézának az identitásáról, akkor több mint valószínű, hogy ki leszel kikkelve arról a chatből, ugyanis úgy néz ki, hogy a Warframe-esek is ráléptek a Social Justice Warrior-ok által hangoztatta bullshitekre, így már aztán, hogy is mondjam, a szólás szabadsága a játékon belül, mondhatni, hogy le van korlátoztatva nagyon, úgyhogy ja, Nézáról csak óvatosan beszélni, hölgyeim és uraim. Na most, mit érdemes tudni az új Nézáról? Gyorsan a kötelezőket, ugye az egyes képessége idő alapú lett, ami szerintem egy fantasztikus ötlet volt, így aztán mindig jut energia minden másra, és csak arra kell figyelni, hogy időről időre elkapcsolt. Az egyes képessége úgy gondolom, hogy Nézának az egyik legjobb képessége, mert hogy egy aféle tömeg szabályozást tud adni bárkinek, akinek ugye belesétel ebbe a tűzbe, a társaidról meg leveszi a státuszt, sebzés, hogyha jól emlékszem, ha még mindig leveszi, nem. Szóval egy tök jó képesség, és nagyon-nagyon jól jön Nézával. Amúgy ismeritek azt az érzést, amikor játszotok ugye egy új Warframe-mel, és elviszitek mondjuk egy jó próbakörre, valahol a megszokott pályátokra, ahol tudjátok, hogy nehezek az be a bosszok, vagy valami. Én úgy általában vagy elviszem most rá egy Sanctuary Onslaught-ra, vagy elmegyek egy Mothra, és akkor Nézával elmentem Mothra, és már az első percekben érzed, hogy baszki, ez a Warframe erős. És ezzel a Warframe-el könnyedén mész, akármeddig, ameddig kell. Néztem volt Tactical Potato-nak a videóját a Nézáról, és mondta, hogy könnyedén elment vele egy óráig, és elhiszem neki, mert érezhető volt, amikor elmentem én is, mondta, érezhető volt, hogy nagyon könnyű, nagyon-nagyon jól bírja a lövéseket a mostani Néza. Na most ugye az egyes képességén túl, hogy most már idő alapú lett, a kettes képessége, ami az igazi kincset rejti, ugye, hogyha megdobod az enemit a kettes képességgel, akkor életorbokat fognak dobni, hogyha meg is öli őket a kettes képesség, akkor energy orbot fognak dobni. Bizonyos szám, ha azt hiszem, hogyha megöl őket, akkor fog dobni energy orbot, hogyha nem, akkor csak egy bizonyos eséllyel fog dobni energy orbot, de a nekrosz sárgaságot fog kapni attól, hogy a Néza mennyi életet és energiát termelt meg. Komolyan mondom, a Nekrosz sárgaságot kap. Elképesztő. És emlékszem, amikor először meghallottam az update-et, hogy a kettes képessége életorbokat fog kapni, ott aggódtam azon, hogy kérlek, ne olyan legyen a képesség, hogy csak akkor dobjon életet vagy energiát, hogyha megöli az ellenfelet, és nem olyan lett, hála az égnek. Tehát a kettes képességnek elég elérnie az ellenfelet, utána te megölöd, és energy orbot kell, energy orbot vagy életorbot fogsz kapni, de életorbot fogsz kapni nagyobb eséllyel. Amit ebből érdemes megjegyezni, ebből az egészet, dobd el a kettest, mielőtt megölöd az enemit. Dobd el a kettest, mielőtt megölöd az enemit, és ezt a metódust követve. Nagyon durva. Hármas képesség ugye most már nem full damage-ben nyeli el az egészet, hanem 90%-os damage reduction van. Na most, hogy ez miért jobb, mint hogyha fullban nyelné el a damage-et? Mert tudom, hogy itt azért megoszlik a tábor. Van, aki szeretné azt a full iron skin-szerű, teljesen elnyeli a damage-et izét, és valakinek teljesen megfelel, ugye a 90%-os. Én magam a 90%-os damage reduction pártján állok egy bizonyos ok miatt. Mégpedig azért, mert létezik kettő olyan mod, aminek az a neve, hogy Equilibrium és Health Conversion. Ezzel a két moddal felpakolva, ugye a Health Conversion, amit Cephalon Simaristól lehet kivenni bármelyik relayen, az azt csinálja, hogyha életet veszel fel, akkor armort fog adni neked, és ezt háromszorosan stackeli fel. Szóval, már nem emlékszem pontosan mennyi armort, azt hiszem 450 armort ad egy stack, és a háromszor ezt felstackeli. Szóval
Ez viszont kurva jó. Tehát, ha mondjuk benne van egy Steel Fiber, Armored Agility, plusz még ezek a Equilibrium, illetve benne van még egy Health Conversion is a buildedbe, az már egy becsületes mennyiségű armort fog adni. Erre rájön a hármas képességének a 90%-os damage reductionje, ami azt fogja csinálni, ugye, hogy azért be fogsz nyelni egy kis damage-et, némi damage-et, pont elegendőt ahhoz, hogy mindig felvegyél élet orbot, és folyamatosan fent tud tartani ezt a health conversion által nyújtott armor bónusz. Tehát pontosan, mint a Necrosnál, csak a Necrosnál ugye ott van a Despoil Augment Mod az életből farmol, az életedet veszi le, te folyamatosan veszed fel az életed, és folyamatosan van armor stacked. És ez például a Necrost über erős tank karakterré tesz, és az egyik favorit ilyen survivor karakterem igazából, mert az élete fenntartja ugye a health orbokat, fenntartja a supply dropot, minden losszart fenntart, szóval a Necros kurva jön. Na most a néző ugyanezt tudja csinálni, csak egy kicsit jobban, mint a Necros ebből a szempontból, és mindig ugye kapsz egy kevés damage-et, azonnal visszatöltöd az életedet, és a health conversion pedig ugye gondoskodik az armorról, folyamatosan meglejen az az armorod, beraksz egy Arcane Guardian-t, még rám egy 600 armor, és egyszerűen über brutál durva a néző ebből a szempontból. Na, a következő dolog, ugye ott van az Equilibrium mod. Az Equilibrium mod az azt csinálja, hogy ha energiát veszel föl, életet kapsz, ha életet veszel föl, akkor energiát kapsz. Mi kell még? Mi kell még? És azt kell, hogy mondjam, hogy azok a játékosok, akik kezdők, és szerencséjük van, és megvan nekik az az equilibrium, ami broken, amit nem 10-es szintre kell kihúzni, hogy jó legyen, hanem a broken equilibrium, akinek megvan, az kurva jól jár most. Az a broken equilibrium, az pont elég arra, hogy ne vegyen el túl sok pontot a buildedből, és megfelelően fenntartsd az energiát és az élet balanszot. Akinek egy fullos equilibrium van, az is mehet. Szóval ebből a szempontból ugye alkottam volt valamikor egy Umbra nézát, az megy kukába, mert egy equilibrium health conversion, Steel Fiver, esetleg Armored Agility, Arcane Guardian buildek sokkal, de sokkal kézenfekvőek ebből a szempontból. És a Néza egy kellemes karakter lett. Képesség sorrendiség, hármas képesség, kettes képesség az enemire, lelövöd az enemit, összegyűjtöd a hellszorvokat valami. Nagyon nehezen tudják lelőni. Motról beszélünk, ahol az enemik pusztítóak. Jó, persze a Nullifier elképesztően nagy ellenség még mindig, ugye. Minél távolabb mész a Nullitól, annál pontosabban tud rád lőni, és hát a Nullifier mindenhol mindig is gond ez, de attól függetlenül az a damage, amit általában kiosztanak moton, az, tehát érezhetően meg se kottyan nézának. És nem kell agyon gondolkodni a buildedet, hogy hogyan csinálod. Belerakod az életet, belerakod a redirection-t, health conversion-t, vagy equilibrium-ot. Kinek melyik, hogy tetszik, de én a health conversion-t ajánlom, ha equilibrium nincsen meg semmi gáz, nem akkora nagy vészes dolog, belerakod ezeket, és nagyjából kész vagy, nem kell energiaeffektivitás, nem kell idő, alapból 30 másodperc az egyes képesség, nem kell neki idő se nagyon, van többibe beraksz valamit, amivel úgy gondolod, hogy ki tud pótolni ezt a Warframe-et, hogy jobb legyen, és kész, és el van döntve, beraksz némi erőt neki, intensify, vagy bármelyik, tehát igazából bármilyen erő, Augur Secrets, Intensify Power Drift kombót javaslom, esetleg hogy erőre, de semmi olyasmit, ami effektivitást és időt visz el, tehát Blind Rage, Transcendent Fortitude az kimaradhat a buildből, egy egyszerű, kényelmes, kellemes buildet lehet vele csinálni. Akinek kell a néza, az a dojokból megszerezheti bárhol, a klányából, a Tenolaborból ki lehet venni a blueprintet. Nos, srácok, ez lett volna, ezek lettek volna néző meglátásaim, egy kellemes Warframe lett, kellemes, elég erős lett, szóval nem lennék meglepődve, a 2 hét múlva nörfölnék, de remélem nem fogják, mert a néző most jó, és egy kis figyelem kellett már neki, a deluxe skinje kurva jól néz ki, és ez a kis figyelem kellett, hogy a játékosok felfigyeljenek, hogy van itt egy Gizda Warframe, amit olcsón meg lehet szerezni a dojokból, és lehet használni
bátorsággal, mert egy jó Warframe. Az és minden képességét ugye felgyorsították, és sokkal gyorsabban kásztol el minden képességet, tehát naturált ellent kimaradhat a buildből. Ebből a szempontból le a kalappal. Nekem tetszik az új néza, úgyhogy ja, reméljük, hogy nem gondolnak egyet, és nörfölik rá, majd mindenki nézet fog használni. Amire szerintem azért kevés az eső, hogy mindenki nézet használni, de az biztos, hogy egy tök jó karakter lett most. Sokkal csapatbarátabb, és egy olyan karakter, ami csapatbarát, egy Survivor esetében, ami nem egy rossz dolog, és nem csak egy Necrost lehet most majd vinni ahhoz, hogy dobálja a lootokat. Szóval, jap. Nem rossz. Ez egy tök jó dolog lett a néző ebből a szempontból. Srácok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, klánunkba lehet csatlakozni, link a videó leírásában, megtaláljátok, hogyan lehet csatlakozni. Discord szerverünk bárki számára elérhető. A kérdéseket, válaszokat bárhol várom itt a videó alatt, vagy Facebookon, ahol jobban tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!